Én ezt nem tudom, hogy láttam-e már. Most, egy rossz videó indult el, vagy mi a... Ja nem, ez az. Én ezt nem tudom, hogy megnéztem-e már, mert elmentettem még nagyon régen, és most itt volt. Srákatintottam. De én nem emlékszem, hogy láttam volna. Néztük ezt mi streambe? Sziasztok, srácok. Valószínűleg senki nem emlékszik rá. A mai videó egy Banggood szponzorációs videó, és úgy gondoltam, hogy ha már egy szponzorációs videót csinálok és kapok érte pénzt, akkor már az egyik szerettemet is megajándékozom belőle, aki nem más lesz, mint édesanyukám. Aki adta az életet nekünk, és nagyon meg kell becsülnünk az édesanyánkat, srácok, dobjatok egy lájkot, hogyha szeretitek az anyukátokat, srácok. Adok neki 1000 dollárt, ami nagyjából olyan 280-290 ezer forint. Jó is. És ezt az összeget ő elvásárolhatja a Banggood oldalon. Így is lett, kiválogatta a termékeket, összesen 3 terméket választott ki, nem sokára jönni fog át anya, és megnézzük ezeket a termékeket az oldalon, megmutatjuk nektek, hogy anya miket választott, és utána be is mutatjuk nektek ezeket a termékeket, mivel már megérkeztek. Anyával jelentkezek nem sokára. Kösz. Bum! Itt is van anya. Milyen gyors váltás volt, tud teleportálni az anyukája? A legelső termék, amit anya kiválasztott, ez a szörfdeszka, ami még axiós volt, mikor kiválasztottuk. Hű, az anyukájának mekkora szükség lehet. Bocsánat, nem tudom, hogy miket csinál az anyukája, de nem tűnik egy ilyen szörfölős típusnak annyira. Tehát figyelj, én mit érkezem. Jó az a lapát, amúgy másra is lehet használni. Egyébként a Banggoodnál július 5-től július 15-ig nyári akciók vannak, mint például itt a második termék. Tök jó. Rendelsz magadnak ilyen nyári cuccokat, és hát decemberre megérkezik. Ez a robot porszívó, ez például 40% akció van rá, ami szerintem tök sok. Egész... Ez tök sok. Annyira fura, hogy nekem van közös videóm vele. És az egyik legnézettebb videójában benne vagyok. Szétrendeljük a Bedwars-t. Ja. Király. Üdvözlök minden kedves nézőt, én Cebelian vagyok, és itt van velem. És most Bedwars-ozni fogunk? Érted, ez volt a poén, hogy nem mondtam a neved. 2018-as. Ja, oké, mehetünk. Dabürbe megyünk, ugye együtt legyünk. Gondolom, nem szabad összetímelni. Még régen H1-be tímeltünk. Volt olyan, hogy ugye játszottunk 8-an. Milyen szép. Négy darab double teambe játszottunk. Poénból tettem be a skint, jó? Vágod, igazából csak beteg voltam, és nem mentem iskolába, és úgy voltam vele, hogy miért játszunk, és mondta, hogy dumáltam vele, és mondta, hogy fel akar venni videót, hogy bedvorszozunk. Hát nem jó vett fel a videóra, hogy bedvorszozunk, nekem tök mindegy, ennyi igazából, csak beszélgetünk. Ott de? Vannak smiley-k, nézd már, az egyik kopizza a másikat. Ott smiley van, ott is smiley van fölöttünk, meg szívecske van. Az igluk fölött. Ja, lóan. Nagyon érdekes volt számomra akkor is ez az információ. Ki fog lökni engem a srác? Ki fog lökni? Nehogy. Ezt csi... Hát jó, nem. Ezt hogy csináltuk, Ici? Unalmas, rettentő unalmas. Ez annyira fura. Ezek esetleg, illetve itt van a harmadik termék is, amit anya kiválasztott, ez a grillező... Na erre még actually lehet szüksége is van. Ennyi ennek a neve? Igen. 10-12 éves célközönséget célozzák meg. Hogyan kapnak promó ajánlatokat? Valaki ez miatt veszi meg a terméket? Nem tudom, nem konkrétan a termékről van szó itt, hanem hogy magát az oldalt használják, ugyanis kapnak kupont, 2 dolláros árengedményt. Hát nem tudom, ha hogy 3 gombóc fagyival lett többre mennék amúgy, de mindegy. Hogyha valakinek nem lenne számítógépe, de kíváncsi lenne, hogy miket árulnak, az nyugodtan le tudja tölteni telefonra is. Aztán igaz... Szponzorált tartalom, de nem vagy biztos benne. Nem tudom, nekem is megfordult a fejembe. Az első dolog, amit kibontunk, az a robot porszívó. Oli. Van felmosó része azt is. Azt a rohadt. Az nagyon szuper. Hát ez elég prémium. Szerintem ez szedi össze a szemetet, nem? Ja, aha, az a tárja. Azt csinálja a porszívó amúgy, igen. Szos, és van mit takarítani benne. Jaj, de ugyan... Kong Xing Chuan! Csak kínaiul beszél a robot porszívó. Ez a Stime promóció a Banggoodnak. Rendelnek egy robot porciót, és kínaiul beszél, hát ez aztán meggyőzött, hogy rendeljek egy ilyen terméket. Tökre jó videó. Én is akarok egy kínai robot porciót. Bing chilling. Enxing fangcheng hunqiang. Beindult. Olyan, mint valami buta hasznos kis állat. Hát egy csomó port összeszedett, oda nézd. Azt a rohadt mennyi port szed össze egy porszívó, aminek az a lényeg, hogy összeszedje a port. Ennyi koszt összeszedett. Tere. Azt a... Srácok, látjátok, hogy mennyi port összeszedett. Szerintem epizódjaim vannak amúgy. De nem tudom elhinni, hogy real, amit látok. És hogy tényleg ezt nézem. Pörön mantra. Jó, van, hadd pihenjen. Ez a szördeszka. Kipróbálják vajon? Ez komoly pumpa. Itt nem fogjuk nézegetni ezeket a termékeket. Legalábbis komoly pumpa. Nem is az.
Nem. Sajnálom. Ez a holnapi streamre. Ez holnap utánik time out szerintem, srácok. Ilyet nem. Tehát addig oké, nevetünk azon, amit mondanak meg minden, de van egy határ, jó? Légy szíves. Lehetek már tisztelettel az embertársaitok felé. Bocs, hogy elrontottam a hangulatot, de most már faszom tele van. Most oké, hogy itt van faszom 400 ember, de legyen már eszetek. Én nem szeretek bannolni, nagyon szeretem azt, hogyha az embereknek szabad szava van, meg bármit mondhatnak, de tényleg, na, azért ez ilyen, az gáz. De most, hogyha az interneten a ti anyukátokra írnának ilyeneket, akkor szerintem ti sem örülnétek neki. Normális ember leszarja, valószínűleg ők is leszarják. Én most nem azt mondom, hogy most itt úristen megsértettétek őket, csak hogy ilyet ne csinálj, mert valaki lehet, hogy megsértődik rá. Levegyünk a tengerre vele, és állítólag ez olyan kúfa, azt olvastam, hogy... De amúgy annyira őszintén örül neki, olyan aranyos. Nem is értem, hogy miért izéljátok. Ne, most ne gyere! Még mindig kínai jó nyomja, g***i. Beteszelem anya helyet, hogy ne neki kelljen beleborulni a vízbe. Ügyes. Hát lehet, hogy először csak térdelve kell kipróbálni. Akiket eddig láttam, azok olyan lazán álltak rajta, az csak így evezgettek. Ki fogott egy halat? Ha, gyere, te is szörfezz. Hogy ugrik fejek? Micsoda, egy teknős? Fogott egy teknős, what the f***? Casually megfogott az ember egy teknőst. Fixen leszpónolta, ez csalás, tudik, kreatívban van. Knoxville, welcome to Jackass! Aha, elég jól néz ki. El. A békának is tetszik. Ez egy nagyon cool cucc, amúgy ezt venném. Meggyőzött. Igaz, hogy nem tud kínaiul, de full. Csillan is a grillsütő, pont úgy süt rá. Na, akkor együnk. Készen is lettek a kaják, nagyon fullosak lettek, legalábbis szerintem, így az illatok alapján. Az utcán csinált. Nektek meg szeretném köszönni, hogy végignéztétek ezt a videót, hogyha tetszett. Hogy ez hol van? Nyugodtan nyomassatok. Ez udvarukban van, ez nagyon menő, hogyha van egy kis tavuk. Rá egy lájkot, és legyen további szép napotok. Sziaszt. Azt a kis fenyőt ők ültették fix. Üdvözlök minden kedves nézőt, én Peti vagyok, és a mai videóban megint lövöldözni fogunk. Ugye volt már egy lövöldözős videóm egy pisztollyal, és azt mondtam, hogy a sok like összegyűlik. Hallod? Rég hozzá, itt is van a kis aranyos. Hát, le fog lőni minket? Direkt egy olyat vettem, ami tud golyót szórni, és szintén légpuska, tehát nem airsoft. Az én golyómra is szórhatná valami to Warcraft. Először még nem sorozatlövést kezdek, hanem... Vagy de, a francokat nem. Ha már itt van. Jó, akkor nézzük is az első szépen. A francokat nem. Sorozzuk meg. Várjál, most kell fölhúzni. Aha, na végre most már jön. Várj, egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem. A szemüveg. Hát ez nem maradhat el. Te jó ég, még jó, hogy nem történt baja a szememnek. Na jó, ez az első cél, ennyi golyót kapott. Milyen professzionális videó ez. Egy cipős dobozra és egy darab fával támasztották ki. Hát ezt igencsak szétvitted. A következő célpont be is van helyett. Emberi vért öntöttek vele, jól láttam. Jürgen, te mit magyarázol? Nem majd a céltábla mögött ülsz, gyere már el onnan. Bro, ez a világ legunalmasabb videója szerintem. A következő, ez az óra lesz. Na ne! Óra beállítva. Nem mennyi az idő. Hát jó, nem úgy van beállítva az úr. Nem az a célja a videónak, hogy rajoskodjak, hogy célzok. Nem amúgy, tehát... Amiket olyan minél közelebb vagy annál erősebb amúgy, és lehet, hogy szét is fog törni. Hú, de megvitte, láttátok mennyire megvitte? Hallod? És eltörött. Töltünk színezett vizet is. El fogunk dőlni a fal. Jaj! Akkor mehet is a következő. Ez remélhető. Ez a Minecraftból a slime. Hát reméltem, hogy így fog kinézni. Na ez látványos, na ez profi. Oké, hát itt az elejét azt nagyon széttörte, de... Mégse unalmas a videó, most már satisfied vagyok. Viccelek, már rakhatja is be a top 5 Warcraft legsatisfying a videókba. Itt nem találtam el. 3, 2, 1... Nem is értem, ez miért 20. a trendingbe. Elsőnek kéne lennie. Elindítok gyors 2 füstbombát, és mehet a produkció. Füstbomba? Nem kell tölteni amúgy. Nem. Nem, ez nem akar begyulladni. Begyulladt, jó. Ahogy indul a zöld, dobom. Jó, beindult. Ezzel a 720p-s kamerával eléggé látványvilág. Azért megvan a látványvilág tényleg. A zöld, és át a füstön. Nem találtam el szerintem, de gyors fogom. Mehet, még egy. Szépen átrepült a füstön, de szerintem tuti el se találtam. Én nem tudok célozni. Lőd le a földön. Próbálom eltállni a repülőt. Különbség nem lesz.
Az a kettő füst, az kellett hozzá. Tovább. És akkor ez a videó most ennyi lett volna. Én nagyon szép. Szuper tartalmas videó volt. Ilyet akarok látni még. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat majd, amit lesz majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.